1894 márciusában hosszabb betegeskedés után Kossuthot ledöntötte a lábáról az influenza, végleg ágynak esett. Utolsó betegségének minden mozzanatát mély részvéttel kísérte az ország. 1894. március 20-án este 11 óra előtt 5 perccel meghalt. 1894-ben április 13-án 150 ceglédi hölgy csatlakozott az országos kezdeményezéshez, és nőtársaikkal együtt ők is virágkoszorút vittek Kossuth Lajos sírjára. A ceglédi nők sírodban is áldanak, ezt írták a koszorú szalagra. Régi szokás szerint először a budapesti sírhoz mentek el a ceglédi nők, aztán pedig egészen a II. Világháborúig itt a Kossuth szobornál rótták le a kegyeletüket. Ez nem volt egy állandó társaság, nem volt egy egyesület, hanem mindig vállalkozott valaki a megszervezésére. A ceglédi Kossuth szobor 1902-es felállítása után tehát a város főterén folytatták az emlékezést, és egészen 1944-ig minden hivatalos szervezés nélkül önként koszorút vittek az egykori kormányzó halálának évfordulóján az emlékmű talpazatához. Józsa Julianna, a ceglédi százas küldöttség egyik tagja elevenítette fel ezt a szép régi szokást. Sokszor elmondta, hogy szeretné, ha lenne ennek folytatása. Ő régen meghalt, több mint 20 éve, de én akkor megígértem neki, hogy ha rajtam múlik, akkor mindig lesz virág ezen a szobron ebből az alkalomból. És egy ideje csatlakoznak hozzám a múzeumbaráti kör tagjai, és azok a kedves ismerősök, barátok, kollégák, akik szeretnének részt venni ezen a rendezvényen. A ceglédi hölgyek tehát most sem hagyták virág nélkül a Kossuth szobrot, ma délelőtt helyezték el a nemzeti színű csokrot, hogy így és persze főhajtással emlékezzenek Kossuth Lajosra.